Szavaztok, szép jó napot mindenkit, nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Legyen csodálatos a hétvégétek, és azt se felejtem el elmondani, érezzétek ismételten otthon magatokat nálunk, próbáljátok ki ezt a finomságot, lecsós sertésszeletet fogok megmutatni nektek ma, roppanul egyszerű az étel, én azt mondom, nagyon finom, és hát lényegében lehet, hogy meg se kéne mutatnom, mindenki tudja, hogy kell lecsót készíteni, vagy éppen a húsit előkészíteni, megsütni, na de az új belépők miatt, vagy éppen a fiatal háziasszonyok miatt, hiszen nagyon-nagyon sokat írtok nekem, hogy most kezdtek el főzni, nekik nagyon-nagyon hasznosak ezek a receptek. Na, és kitérve rá, hát rengetegféle ételt láthattok, vagy láthattatok nálunk, közel 1000 recept, 900 recept, nem is tudom, mert nem is nagyon szoktam számolni. Mi itt a lényeg? Lecsós kategóriából is rengetegféle ételt fölpakoltam már. Itt ami éppen eszembe jut, lecsós sertésflekken, imádom minden pillanatát, egy nagyon finom kis lecsókrémet készítettem, tükörbe tálalva, vagy éppen ahogy szeretnétek, úgy teszitek rá. Nagyon-nagyon finom étel. Kiemelkedően megemlíteném nektek lecsó szinten a lecsónak az elrakását. Fönn van a videó. Tudtok készülni a téli időszakra, hány üveggel tesztek el, hogy tudtok kalkulálni vele, és higgyétek el, a téli időszakban, hát szó szerint azt mondom, egy kincs egy ilyen üveget kinyitni, fantasztikus ételeket lehet elkészíteni vele. Oda kell figyelni, hogy az ismerősök, barátok mennyit kérnek tőletek. Nekem nagyon sok alkalom van, amikor fölkeresnek, Szoki, nincs még egy üveg lecsó, de mondom, gyere, van, és majdnem, hogy én maradok mínuszba vele, amikor jön a következő szezon, tehát éppen elosztogatom a lecsót, na, inkább többet teszek el minden alkalommal. Tovább lépek, ott a francia lecsó, nagyon-nagyon finom, de természetesen a díjnyertes első helyzet, a dobogós, a magyar lecsó, azt is érdemes megnézni. Lecsós sertéspörkölt, lecsós libacom, nem is kell semmit mondanom, mi vágyjuk a libacombot lecsóval, meg hát maga a kis tökély, a kis kuriózum. Ott van a lecsós csirkemáj, az is egy nagyon finom étel, és akár megemlíthetném nektek a csáki töltött rostélyos, tudjátok, abba is bőségesen van lecsó, hiszen egy tojásos lecsóval készül, egy nagyon finom tölteléket adunk a hátszínnek mondjuk. Na, nézzétek meg, érdemes akár a hétköznapokban, hétvégére vendégeknek odapakolni. Bocsánat, egy kicsit elszaladt a nyelvem, és tudjátok, nem szeretek sokat beszélni, gyorsan rátérünk az alapanyagokra. Láthatok lecsópaprikát, paradicsomot, lilahagymát, lila főzőhagymát, fehér főzőhagymát, fokhagymát, fokhagyma minden mennyiségben bírja a lecsó, higgyétek el. Láthatok egy darab karajt, ebből fogok kiszelni 8 szeletet, 4-en vagyunk, mindenki kap 2 jópofa szeletet. Láthatok 2 szeletke, és ha gondoljátok, belerakjátok, ha nem, kolozsvári szalonnát, tehát akinek életlenül nincsen otthon, nem kell leszaladni, anélkül is tökéletes az étel. Láthatok kenyérszalonnát, füstölt csemegeszalonnát, nagyon-nagyon finom, és indításképpen mindenféleképpen ajánlom, hogy tegyétek be, nem kell külön zsírt használni, ezen az alapon elindítva az ételt fantasztikus lesz, és természetesen ennek a zsírján fogom hirtelen felindulásból a húst is kisütni. Láthattok sót, épp egy pici köményt fogok felhasználni, nagyon sokan tudom, nem tesztek bele köményt a lecsóba, higgyétek el, egy ilyen pöti mázsé kategória bőségesen elfér benne. Édesnemes, piros paprika és színes borsot láthattok. Na, most az utolsó 2 tételt szándékosan a végére hagytam, mert megkérdezhetitek, meg is fogjátok, de most már inkább ne kérdezzétek meg, mert elmondom, hogy ilyen mennyiségű paprikához és paradicsomhoz miért is teszek paradicsompasztát, vagy paprikapürét, teljesen mindegy, vagy meg is fordíthatnám, paradicsompüré, paprikapasztát. Mind a kettőt én szoktam készíteni itthon, meg tudjátok nézni a videóját mind a kettőnek, megmondom miért. Amikor elrakom mondjuk a paradicsompürét és a paprikapasztát, természetesen nem pont ugyanezekkel a típusokkal szoktam dolgozni, tehát, és kitérnék mondjuk itt csak a paradicsomnak a savasságára, teljesen más az ízhatás, tehát ha kombináljátok, egy picit keveritek az ízeket, akár az édesség szinten, akár a savasság szinten, még finomabb lecsót fogtok kapni. Természetesen akinek nincs otthon, vagy nem készített házilag, ki lehet hagyni, de higgyétek el, még jobb és nagyon-nagyon finom, intenzívebb lecsós ízek jönnek létre. Na, el is kezdem a receptet, bocsánat a hosszú bevezetőjé, na de hát ezeket is úgy érzem, hogy lényeges elmondanom. Kezdünk,
Tövélő hegyére, A-tól Z-ig megmutatom a lecsó sertésszeletet, hogy készül, majd a végén pattintok egy kis rizst is hozzá, de természetesen akár nokedlével, sok-sokféle parasztaronyával oda lehet pakolni. Kezdünk! Jöhet a karaj, mint említettem nektek, 8 szeletet ki fogok vágni. Na most abban az esetben, hogyha ilyen darab karajt vesztek, és nyilvánvaló nem a rövid karaj széről indulunk, tehát mindenféleképpen azt szeretném ebben csak mondani, hogy nem szükséges lehátyázni. Kivágok 8 szeletet, körülbelül itt fogom befejezni, ezt a karaj darabot le fogom fagyasztani, úgyhogy rajta marad ez a hátya réteg, ez is egy védelmet ad a húsnak, tehát csak feldolgozás előtt közvetlenül kell lehátyázni. Na, nézzük a szépségeket. Nagyon-nagyon szeretjük a karcsit, és mint látjátok, gyönyörű szépen ilyen hátokövi 7 dekás szeleteket vágok ki, ez teljesen jó nekünk. Na nézzük, hol tartunk, ez 3, 6, 7, és még egy szelet. Most belementem itt a rövid karai részbe, a hátyás része megmutatom, és ennyit teszek az utolsó kis szelettel, picit beírdaltam, ebbe az esetben ezeknél a szeleteknél nincsen rá szükség. Jöhet a klopfolás. Jöhet a húsok kiklopfolása, olyan szempontból ismerhetek engem, aki ismer, nagyon szeretem ezt a módszert. Egy dupla nejlon között fogok klopfolni, hát főleg sertésszűznél, rövid karaj, hosszú karajnál, csirkemellnél, pulykamellnél, borjúcomnál, és sorolhatnám. Tehát a könnyen puhuló húsoknál érdemes ezt alkalmazni, de akár még a sertészcomnál is említhetném, hiszen nagyon-nagyon és lényegesen oda tudtok figyelni maga a húsnak a szerkezetére, kevésbé van rá meg az esély, hogy szétverjétek, mondjuk természetesen a ruhánk tisztaságáról nem is beszélve, vagy ha a Szilvikének a helyén most egy fehér csempesor lenne, nem lenne 20 cafatos. Na, simogatunk, szó szerint mondom nektek, a klofoló lendületét használom, csak nézzétek meg, nincs benne erő, nagyon-nagyon picit, épp hogy megütöm a húsokat. Ennyi a klofolás, nem verjük szét, legyen szaftos a húsi. Azonnal leemelem a nejlont, és megmutatom nektek, hogy pontosan mire gondoltam. Nézzétek meg, fölemelek egy szeletet, megvan a kellő vastagsága, meghagytuk pontosabban neki. Na, ebbe az esetben is gyorsan megmutatom a 4 húsnál. Mindkét oldalát be fogom sózni, és természetesen adunk egy kis tört borsot rá. Ebbe az esetben színes borsot. Az összes húsnál így fogok eljárni. Így kerül kisütésre. Aki gondolja, még egy kis koriandert is rátehet. Ebben az esetben a karajnál nem szükséges siklofolni a második oldalt. Vajpuha lesz így is. Jöjjön egy kis füstölt szalonna kocka, pontosabban azoknak az összeaprítása. Hát mondanom se kell, egy lecsóba, én nálam legalábbis nélkülözhetetlen a füstölt szalonna. Mindenféleképpen bele szoktam dobni egy 15 dekát legalább, de mindenki természetesen saját magának meghatározhatja itt a mennyiséget, és ugye hát az nem elvetendő dolog, hogy az előkészített húsokat ennek a zsírjába fogom elősütni, és természetesen van még egy kis kolozsvári szalonna is. Na, mindenféleképpen szoktam nektek említeni, hogy füstölt szalonnával, ha dolgoztok előtte, tegyétek lehetőleg be a hűtőbe, ne legyen ez a nyikli-nyakli. Én most szándékosan nem tettem be, nem szándékosan, bemutattuk az alapanyagokat, stb. Na, tehát látjátok, egy kicsit puha a szalonna, de hogy biztonságosan tudjatok dolgozni a kezetek miatt, ujjatok miatt, akkor érdemes hűtőbe tartani. Szelek pár, szelet két, na ezt jól megmondtam. Hát még egy legyen, imádjuk. Megfogom, fölállítom, meghúzom, nézzétek meg. Azokat a színeket, hát ez maga a csoda, imádjuk. Füstölt szalonna művek terén, megfogom, jöjjenek a keresztvágások, és látjátok, nagyon-nagyon puha a szalonna. Ez most hűtőbe lett volna, sokkal jobban lehetne vele dolgozni. De hát valahogy csak kibírjuk. Elfektetem, egy picit elrendezem, és nézzétek meg, elkezdem levágni a kis kockákat, megszületik a több száz pici kocek. Amikor itt a vége fele jártok, a biztonságotok érdekébe el kell fektetni, és pár húzással le kell szedni a kockákat róla.
Következő delikvens kolozsvári szalonna. Most vagy ilyen csikokba tudjátok megvásárolni, vagy éppen vastagabba, teljesen mindegy. Itt igazság szerint a bőrét leszoktam választani, úgy, mint a füstölt szalonnánál. Egyébként olyan füstös ízek keletkeznek most ennél a lecsónál, hogy ezt a bőrt én bele se teszem, majd más ételnél használom el, ahol jobban és tökéletesebben kijönnek a füstölt ízek, hisz ott valamiért majd hiányoznak, tehát ezeket elteszem, ezeket a kis bőrkéket. Annyit szoktam tenni, lényegében itt a vékonynál picivel nehezebb ez a dolog, fölállítom, késlappal meghúzom, de látjátok, csak sikerül, picit betámasztom, és ennyi, leválasztom a bőrét, nézzétek meg, ilyen egyszerű volt az egész, vagy egyébként úgy is lehet, hogyha így elfektetitek, és ha valakinek így kényelmes, az így vágja le a bőrt. Na, tovább megyek, annyit szoktam tenni, fölcsikozom, mint látjátok, keresztbe fordítom, egy picit összerendezem, és körülbelül ilyen pici kockákra vágom ezt is össze. Így járok el a többi szalonnával is. Nagyon-nagyon egyszerű, ropogósra ki fogom sütni, és a lecsóban nagyon-nagyon jól fog állni. Kezetekre vigyázzatok, az a leges-leges legfontosabb dolog. Ezt minden alkalommal elmondom. Indulhat a folyamat, legelsőképpen a jóféle kis füstölt szalonnát fogom kisütni. Amikor ezzel megvagyok, rá fogom dobni a kolozsvári szalonnát, és tovább fogom sütni. 2-3 perces munkafolyamat. Van egy kis füst, csókolom. De ez a jótékony füst. Na, amint kisütöttem, enyhén pörcös, dobom rá a kolozsvárit. Meg vagyok a füstölt szalonnával, mint látjátok. Nem sütöttem teljesen pörcösre, éppen on félúton vagyunk a fele. Megfogom, hozom a kolozsvári szalonnát, jó kis húsos szalonnát, rápakolom, és természetesen, mint említettem, ezt is jól ki fogom sütni. Ismét egy 2-3 perc. Addig megyünk, összevágjuk a hagymákat. Haladunk az úton. Azért néha keverjetek bele, főként, hogy egyenletesen tudjanak sülni. Ez érvényes a csemege szalonnánál is az elején. Nehogy csak az egyik oldala süljön. Szoki, ne kopogj! Jöhet a hagymák összevágása. Nagyon-nagyon egyszerű a folyamat. Rengeteg videóban megmutattam. Itt is bőségesen elég, hogyha gorombára vágjátok meg a hagymát. Nem kell és nincs értelme teljesen finomra vágni. Össze fogjuk rogyasztani rendesen. Na, mutatom a fehér hagymánál. Természetesen a vörös hagymával dolgoztok, ugyanez a szituáció. Jöjjön egy lila, imádom színeit, ízeit egyaránt. Ezt is fősarabolom. És természetesen a többi hagymával ugyanígy járok el. Nézzétek meg, ennél finomabbra nincs értelme, és nem is kell összevágni. Fokhagyma, ripiropi technológia, látjátok, szétdurrantottam, és keresztbe meg így egyszerűen felvágom. Egy jó nagy erős durrantás, ezt a vastagot be is lehet vágni, és nézzétek meg, ilyen pici darabokban tökéletes lesz az ételbe. Ezt minden hagymánál elvégzem, és lényegében megyünk vissza a szalonnákhoz. Hamarosan sütjük a húsit. Egy elősütés lesz. Meg vagyok a szalonnák kisütésével. Annyit fogok tenni egy ilyen kis üvegtálba. Ki fogom egy szűrőlapáttal szedni, és a kellő időben vissza fogom pumpálni. Amint kiszedtem, jöhet a húsok elősütése. Ismét tovább léphetünk, kikanalaztam a kis szalonnákat. Ezt tessék nagyon-nagyon-nagyon eldugni a család elől, a család árnyékából, hiszen nem egy esetben állunk is úgy van. Na jó, kóstolunk. Hogy ez pillanatok alatt akár a fele mennyisége lecsökkenhet, annyira finom. Húsok elősütése, nem kell mit mondanom, tűzforró a zsír, szalonna zsír, mondjuk hármasával gyönyörű szépen
elő fogom sütni őket. Oldalanként körülbelül egyetlen egy perc. Még tovább fogjuk hőkezelni később. Meg vagyok a húsok elősütésével. Mind a két oldalnak adtam egy pici kis kérget. De természetesen nem szabad túl sütni, nem szabad kiszárítani. Egy mély tányérba teszem, amikor mindegyik hús elkészült, készen van, le kell fedni egy alufóliával, semmiféleképpen a levegő ne tudja kiszárítani, kiszívni a húst, jó szaftos tudjon maradni. Jöhet a következő forduló. Nagyon-nagyon szépek. Ne süssétek túl, ne szárítsátok ki. Attól függetlenül még belekerül a lecsószabba. Jöhet ki az utolsó két szelet húsika, így megvagyunk a 8 szelettel. Na most látjátok, én olyan szalonnával dolgoztam, ami semmiféleképpen nem hátrány, hogy bő zsíradékot adott. Annyit fogok tenni, egy kis üvegtárcsere, és egy nagyon picit ki fogok nyerni belőle. Ezt ki fogom fagyasztani, át fogom majd szűrni, akár, de nem is fontos, és egy következő ételnél el fogom használni. Ennyit viszont mindenféleképpen hagyok benne. Jöhetnek a hagymák, elkezdjük lefuttatni. Egy picit megfogyasszuk őket. És elsőként, attól függetlenül, hogy enyhén zsírosabb, pontosabban enyhén sós a zsír, bocsánat, hozzáteszek éppen egy ilyen csapott teáskanál sót, hogy minél hamarabb össze tudjon rogyni. Megyünk, összevágjuk a paradicsomot, paprikát. Látjátok, mennyire egyszerű, gyorsan haladunk, pikpak készen leszünk. De természetesen itt azért figyeljetek oda, néha bele kell keverni. Hozom a fóliát, lezárom a húsit, saját gőze alatt tartjuk, és így nem is fog kiszáradni. A legvégén fogjuk felhasználni. Következő lépésben, míg a hagyma teszi a dolgát, összevághatjuk a paprikát, paradicsomot. Én ezt úgy szoktam megoldani, pontosabban itt a tisztítási részét, és mindenki máshogy nyilvánvaló. Valaki először átmossa a paprikát, paradicsomot, én úgy szoktam, először kiszoktam csumázni, egyet meg is hagytam, azt is megmutatom, és kicsumázás után mosom meg. Megmondom, miért teszem így, mert a másik felét választanám, tehát az, hogy először megmosom, utána csumázom, onnan még valami akár bele is kerülhet, tehát én így szoktam, és mindenki, ahogy szeretné. Na, csumázás, meg annyit tudjátok, megfogtok egy paprikát, megtöritek kétszer-háromszor, kihúzzátok kezit, csókolom, meg is van. Na, ezt még átöblítem gyorsan. Összevágás technológia, semmi fullfang nincsen benne, ketté vágom, ismételten ketté vágom, és körülbelül ilyen kockákra vágom föl. Nyilván tudom, és van, aki nagyobb kockákra szereti, mindenkire rá van bízva. Így szerintem teljesen tökéletes. Így fogok eljárni az összes paprikával, utána jöhet a paradicsom. Roppanó, de egyszerűen föl kell csak kockázni őket. Menet közben elkezdtem földolgozni a paradicsomot, nézzétek meg. Tudjátok, én az a típus vagyok, nem szeretem a pöndörkét. Egyszerűen föl szoktam cikkezni a paradicsomot, egyetlen egy mozdulattal leválasztom a héját. Ezeket a héjakat, hogyha gondoljátok, és mondjuk nagyobb mennyiséggel dolgoztok, akár ki lehet szárítani, akár össze lehet utána morzsolni, és többféle, akár pizzafűszerbe, többféle és finom fűszerbe hozzá lehet adagolni. Vagy éppen le kell csak forrázni a paradicsomot, ismeritek, egy keresztvágás, forró víz, utána hideg víz, gyönyörű szépen le lehet hántolni az egészet. Na, így haladok tovább, lassan meg vagyunk a hagymával is. Ennyire egyszerű az egész. Haladhatunk tovább, mutatom nektek a hagymákat, gyönyörű szépen megrogytak, és kaptunk egy ilyen enyhén, laza barnás színt. Hogy miért van ez, szerintem tudjátok is, hiszen ebbe sütöttük, ebbe a zsírba a húsit, keletkezett egy nagyon pici nemes pörzsanyag, ami természetesen ilyenkor már feloldódott, tehát
az ízvilágban nagyon-nagyon profi lesz az étel. Következő lépésként, bocsánat húsom, jöhet bele a paprika, belehalmozom, beleöntöm, és körülbelül egy a 3-4 percig egyszerűen át fogom csak sütni. Magasabb fokozatot teszek, mondjuk lejjebb egy 12, elkezdem megsütni a paprikát. De egyelőre még nem fűszerezek. Megvagyunk a paprikával, enyhén oda kínáltunk neki, egy picit oda sütöttük, nézzétek meg, nagyon-nagyon kellemes illatok vannak. Ebbe a pozícióba jöhet a pakolás. Jöjjön a paradicsom, hozzáteszem, valahova elpakolok. Jöjjön a paprikapüré, amit említettem nektek, hogy hát lehetőleg tegyétek pluszba bele, ha nem, akkor nem. Ezeket majd ki is öblítem. Jöjjön a paradicsompüré. Illatilag már nagyon-nagyon rendben vagyunk. Tökéletes. Jöjjön épp egy pici őrölt kömény, és mutatom tényleg a mennyiséget. Mokkás kanál, csapott mokkás kanál, ha így mondhatnám. Jöjjön a piros paprika. Nem szégyelősködünk. 3 pupossal teszek hozzá. Jöjjön egy kis bors, tetszés és ízlés szerint nyilvánvaló, ami nektek kedves, mennyiség, vagy éppen lehet csak fekete őrölt vagy tőrborssal dolgozni. Hozzádobok épp egy pici sót, nem sokat, egy csapott teáskanállal, és csak azért, mert tudjátok, hogy a paprika püré is kellemesen sós. Összeforgatom, egyelőre vizet nem teszek hozzá. Megnézzük a paradicsom mennyit enged ki, és fedő alatt elkezdem főzni. Hú, de jó illata van. Nagyon-nagyon pipec. A szalonnákat csak a vége felé teszem bele. Jön egy rövid főzési idő. Jöhet a happy end, azaz készen vagyunk lassan az étellel. Le is szedem a fedőt, mutatom nektek a szavtartalmát. Nagyon-nagyon fontos, nézzétek meg, semennyi vizet nem tettem hozzá. Na de viszont, hogy most önmagamat megcáfoljam, csak azért hozzá fogok tenni kb. 2 deciliter vizet, egyébként nem kéne, nézzétek meg, csodálatos, mert én az a típus vagyok, amikor elkészült a lecsó, 2-3 merőkanál szaftot csak külön szedek, és 2-3 karé kenyérrel kitunkolom. Tehát elsőként, és azért mondom, nem fontos, aki szereti sok szaftal, és külön kivesz belőle, az borítsa hozzá egy kis vizet. Meg is tettem, összekeverem, na így az igazi. Ezt le fogom szépen szedni. Nézzétek meg a húsit, leszedtem a fóliát róla, csillog-villog. Ugye ennek azért van nagy jelentősége, hogy lefóliáztuk, hogy gőz alatt tartottuk, nem tudott kiszáradni a hús. Következésképpen elkezdem belepakolni. Hú, de jól néz ki. És körülbelül még egy olyan 10 percig fogom hőkezelni. Akinek van otthon egy kis petrus, nyugodtan bele lehet vágni. Na, én most kifogytam belőle, holnap délelőtt megyek, és nyilván ez a pecsenyelé mehet bele természetesen. Szuper! Elpakolok, és zárásképpen hozzá fogom tenni a szalonnákat. Ahogy esik, úgy puffam, picit megkeverem a tetejét, összefőzöm, földobok egy kis rizst, az már nem egy nagy technológia, és nézzétek meg, el is készült az étel. Egy nagyon-nagyon kellemes lecsós szelet. Hozok egy kanalat a rendkedvéért. Mondjuk az előbb kóstoltam. Na nézzük, mit is alkottunk. Hát ez eszméletlen jó. Nem azért, mert én főztem, hangsúlyozom. Nektek is pont így fog sikerülni. Rádobom a fedőt. Pár perces hőkezelés. És lényegében hamarosan tálalunk.
Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek kitálalva ezt a nagyon finom lecsós sertésszeletet, próbáljátok ki, ha meghoztam hozzá kedveteket. Látjátok, tényleg ez a pikpak technológia, nagyon-nagyon gyorsan el lehet készíteni. Lecsó nagyon nagy kedvenc, a rizst imádjuk, és ezért készítettem egy kis rizses lecsót is a törődés kedvéért. Semmi nagy technológia, tudjátok, egy adag rizs, egy merőkanál lecsó, jó szaftosan összekeveritek, odapakoltok egy húsit, viszont nézésre kész is a rizses lecsó, vagy akár ez a formáció rizs, egy nagy adag lecsó, két szelet hús. Mutatom nektek az edény tartalmát, szerintem nem is kéne semmit mondanom, ezt nézzétek meg. Azért picit leveses, még egyszer elmondom, mert ebből kijön 3-4 merőkanál csak szaft, és azt én föl fogom tunkolni. Nyilván, aki gondolja, rövidebb szafton is megfőzheti az ételt. Mint mutatom nektek, itt puposkodnak a húsik, és ugye minél tovább behagyjátok, hát annál finomabb, az is szívja meg magát a szafttal. Szoszéjéba még egy adag, és hát látjátok, nem voltam rest, kimentem petrezselyemért. Csak így az igazi a tálalás. Holnap eszek még egy nagy adagot, most csak egy keveset hoztam. Kipakoltam egy kis kenyeret, így fogjuk elfogyasztani. Hát fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagy jó egészséggel, próbáljátok ki. Én azt mondom erre az ételre, és akár a hétköznapokban, akár a hétvégére odapakolható. Én úgy gondolom, az egész családnak a kedvence lesz, vagy éppen, ha ismeritek, akkor tudjátok, hogy milyen finom étel. Szavaztok, jó egészséget, jó étvágyat hozzá, mindenkinek nagyon kellemes hétvégét. Sziasztok!